Hello, hello, mindenkinek ez Tolnán vagyok, és ez a Planet Base következő része. Na, folytassuk onnan az előző részt abba hagytuk. Amit már nem tudok pontosan, hogy volt. Azt tudom, hogy az orvosi cuccokkal kezdtünk el valamit összehozni. Igen, ahogy látom, kettő darab orvosi előállítónk is már van. Ja igen, és most azt várom, hogy legyen elég orvosi alapanyag, vagy orvosi cuccunk ahhoz, hogy az egész bázisra berakjuk. Oké. Akkor most ez egy ilyen gyűjtögetős kör lesz, ugyanis versenyt futunk az idővel. És ott egy kereskedő hajó. Nézzük, mit veszünk. Egy fegyvernek kéne az lennem, mert nem tudom, hogy mikor lesz rá nagyobb szükségem. Bocsánat, nincs így sokat őzök, de nem tudom miért. Na szóval. Javítóalkat viszünk van. Fém és bioplasztik. Most van, de folyamatosan fog kelleni. Egy fegyver jó lenne, de 80-ért azért még nem akarom. Ellenben kaját azért el tudnék adni itt egy pár darabot, szóval ezt megteszem. Csezdem meg. Egy jó lesz. Lesz egy kis pénzem, és akkor, hogyha tudok, későbbiekben veszek olyan dolgokat, amikre hosszú távon nagyobb szükségem van. Nézzük, hogy hogy állunk. Energiaügyileg. Ja igen, már három darab tárolónk van, illetve három darab előállítónk, ebből az egyiket egy kicsebb, de így is jó. Orvosi cuccoknak az előállítása egyedül, ami most ilyen prioritásos dolog. Dolgozunk már az ügyön, de időkérdése, még mindig. Nagy bioplasztikunk van, illetve fémünk is, szóval lehetne valamit azért építeni közben. Csak nem tudom, hogy mit. Kocsma az jó lenne, de egy oxigénellátót szavazok én most be. Erre felett elrészkedjünk ki. Hát legyen elsőnek így ez a rész. Minden itt szimpatikus, és akkor engedhetek még 20 embert majd. Egy hálóköletet pedig valóban ide berakunk. Sem, ide. Nem oda. Így ide. Mert ha ide rakjuk be, akkor azt a termelő, vagy azt az előállítót, ezt most bukjuk. Egyből meg is lesz hozzá nyerség, igazából most csak orvosok kellenének ide, hogy dolgozzanak. Remélhetőleg az orvosokkal nincs jelenleg probléma. Mert ha van, akkor szopó ágon. Áú, ez közel volt. Engineer. Nézzük, hol van egy orvos? Nem hiszem, nem csinál senki semmit se. Elvileg kettő darab szerencsétlen orvosnak kell lenni, ez biztonsági szerintem, ja. Biológus. Közösségi területen az orvos, igen. Ahogy látom, tévézik, jó, az nem probléma, itt a másik orvos. Ja, az egyik orvosunk jelenleg ki van esve a munkából, nem baj. Hamarosan remélhetőleg megoldódik a problémája, úgyhogy nem baj. És elkészült a következő, mi a neve? Oxigén ellátó, úgyhogy szerintem most 10 embert még engedek, ez eddig be volt nyomva. Na mindegy, akkor eddig be volt nyomva. És várjuk, hogy jöjjenek az emberek. De én azt mondom, úgy emlékszem, kinyomtam, nem? Na mindegy. Nem kérdőjelezem meg. Miért nem azt csinálom, melyik 51%-os? Nézzük, hogy állunk nyersanyagilag. Bioplasztikunk most van elég. Szerintem még egy orvosi ágyat lerakok, hát ha előbb az orvos fogja meggyógyítani. Azzal megdupláznánk ugye a lehetőségét a bázison lévő emberek gyógyulásának. És hogy állunk nyersanyagilag? Fémünk van. Bioplasztikunk mindjárt lesz. Illetve már az ágyhoz jön is a bioplasztik. Illetve az orvos tudsz, jó, mindegyik felesem van. Idő kérdése. Biztos van nyomva? Be van. Közben itt dolgozgatnak az emberek, úgyhogy kellene még a javító alkatrészek. Most jelenleg éppen ezek dolgoznak. Gőzerővel. Hálókörletet még nem rakok le másikat, nem tartom annyira szükségesnek egyelőre. És igazából nézzük azt, hogy az energiát azt el tudjuk ellátni. Ugye a következő éjszakát megnézzük, hogy bírjuk fenntartani a készleteinket. Kiesett ki, két worker. Nagy a fény. Oké, van egy orvos cuccunk.
Mit csinálsz? A pista. Jó, elment aludni, nem bevasztatom. Elég sok orvos cuccra van most szükségünk jelenleg, ahogy látom. Meg úgy alapjáratom mindenre. Ne a nyombat kereskedő hajót, hogy jöjjön. Persze arra is, ó, mondjuk jöhet, nem szóltam, bocs. Én kérek elnézést. Hát, vegyünk még egyet. Kajából van, amennyi visszaveszünk, és inkább pénzet fizetünk ki, amennyit tudunk. Így jó. Inkább a pénzet fizessünk, ugye, hogy élelmiszerünk az biztosan legyen elég. Bár őszintén leszek, most azért van bőven, de nem baj. És az a orosz tusz mennyiség az úgy az mellett, amit most gyártunk, bőven elég lesz arra szerintem, hogy a bázist a helyre rakjuk. Így minden tekintetben, onnantól kezdve megindul a gazdaságunk. Elméletben. Gyakorlatban még nem tudom, de elméletben nagyon is megindult. És közben dolgoz. Ja, hát mondjuk most a legnagyobb gáz az, hogy szinte mindenki tacson van egyedül, a dokik nem. Szóval most hiába vagyunk 16-an, körülbelül 4 vagy 5 ember az, aki életképes és tényleg mindent tud csinálni, amire szükségünk van. De hogyha megindul, tényleg meg lesz meg a 16 emberes, akkor jó állunk. Közben itt már a doki az dolgozik. Remélhetőleg a következő ember, akit meggyógyít, ezután a másik doki lesz. Még 3 embert meg tud gyógyítani, szóval az esély az megvan. Ki vagy? Börken, rohadjál meg. Nem baj, kibírjuk. Doki, sprintülj. 4 ember kell, az összes, ezt most nem tudjuk egy húzomba meggyógyítani, de nem baj. És ez kononista, remélhetőleg doki is lesz köztetlen, de nem csak egy munkás. Nem baj, az is jó. Ki vagy? Worker. Akkor legalább azt a szerencsétlen gyógyítsd meg, mert ez már 3 napja ott fekszik. Ugye, nem a másik is. Jó, ahogy látom, nem azt hittem, hirtelen a másik is késett a munkából, de ilyen probléma nincs. És nem bírja egyszerűen ellátni az egy szerencsétlen biológusunk az egész bázisnak a... Vagy hát nem egy biológusunk van, hanem körülbelül egy 2-3, de nem bírja ellátni a bázist. Jó. Kifekszik be. Biológus, ahogy látom. Annak még úgy örülök, mert élelmiszert legalább meg tudjuk tartani. És több embert most nem is tudunk ezzel a lendülettel meggyógyítani. Viszont fémből, illetve bioplasztikból már azért tudnánk valamennyit gazdálkodni, de most azt várom elsőnek, hogy ezt is csinálják meg, és még egy adagot gyártsanak le, hogy tényleg meg tudjunk mindent javítani. Élelmiszer van, igazából úgy, hogy ilyen szemben nem vészes. És kifeküdt ágyba. Még mindig munka. Van egyáltalán munkás, aki dolgozott előtte? Az orvosi ipar, ahogy látom, egy nem kicsit nagy jelentőséggel rendelkezik most, mert tényleg anélkül most meg vagyunk lőve. Nézzük közben, mit kéne csinálnom. Multidóm az jó lenne. És energiaügyileg, ahogy látom, bőven kibírjuk az éjszakát, tényleg megsárolhatott minket. Mondom, hogy azt remélem, meddig is. Worker, jó az. Na szóval, és mondotta. Egy raktár szerintem már azért jó jönne. Mondjuk így ide. Közel. Elég lesz egy kisebb raktár, mert annyira túl sok nyersanyagunk úgy sincsen szerintem. Bőven kibírjuk, így energiaügyileg. És a doki ez dolgozik. Miért ezen dolgozom? Miért nem ezen, ahol már ott van egy hete?
Még jó, hogy amúgy a nyersanyagok nem bírnak megromolni. Bioplasztikra van egyelőre szükségünk egyedül. Szóval jól állunk. Mert bioplasztik az, ha valaki odaáll és lehúgyozza a gépet, megvan. Ugye ez ott kellett? Végülis két nagy úrva, az egyik a szükség, a másik Darth Vader. De napjában egyszer Darth Vader is behódol. Jó, az embereim dolgoznak. A dokim a szomjas. Ion. Jobban nem tudom mondani, Ion egyet. Lehet, hogy mondjuk még egy vízellátót kéne nyomni neki. A raktár közben elkészült, és jött még egy worker. Köszi. Ja, adok még egy vízellátót. A kutya megugat. Ezt remélem halljátok be. Mindjárt jövök egy pillanat. Na is, ha vissza is értem. Hogy az ott, mert volt egy pár perc szünet. Ja igen, elkezdtem a víz vagy a vízellátást kicsit növelni. Mert elég sok emberem szomjas. És nem akarom, hogy ez legyen itt a végem. Ahogy látom, az orvosi alapanyag elég jól készül, illetve a raktár ugye itt van. Amit hát 0%-osan ki is használunk, szóval ez az. De orvosi alapanyagunk van egy rakat, szóval az azért fog oda menni ezzelre. Szóval valamennyi haszna csak lesz. Hordádroidoknak ilyen szempontból jó haszna lesz hosszú távon. És vízellátásban hogy állunk? Hát szódába elmegy. Lehet, hogy még egy orvosi alapanyagost lerakok. Illetve lehet, hogy még egy hűtő, vagy hát ilyen kajautomata kéne. Yep, szerintem kéne. Mert elég sok kajánk van. Azt hiszem. És jött még valami kolonista féleség. Ahogy látom, worker. Jó, ahogy látom, itt viszont egyelőre csak orvosi alapanyag, illetve egy gyógyszer lesz. És valakit meggyógyítottak. Engineer. És, ó, végre az orvosunk feküdt be az ágyba, mert így legalább egy kicsit meg fog növelkedni a gyógyítások száma. Hogyha ő is meggyógyul, ugye? Na szóval, mit kéne csinálni? Van egyelőre elég sok mindenünk. Szinte minden. És végre a másik gépen is elkezdett dolgozni. Lázas vagy, te is feküdj be gyorsan. 4 napig könyörögtem érte. Jó, élelmiszerellátás van, vízellátás van. Enni tudnak az emberek ott az asztalnál. Lehet, hogy még egy asztalra szükségem lesz. A javító cuclék igazából hamarosan készülnek. Mondjuk innen az egyiket ki kell vinni, és akkor fémet kell mácsokat adni neki. Energia. Ó, most kezdődött még a nap, azt eddig vitte le akkor ezek szerint. Szóval másfél adagnyit használ el, bőven kivérjük. És ez egyre közelebb esik. Na szóval. Igen, látom, hogy kell orosz cucc. Ott hagyta 81%, hogy át tudjak a kezdőhöz. Kivégezlek, baszott, kivégezlek. Kellene lassan még egy hálókörlet. Azt valahova ide fogom lerakni. Kitalálom mindjárt. Ne kérdőjelezzétek meg a szervezői készségemet. Kitalálom. Jó lesz itt. És oda. Na azért, egyszer végre jó családod dolgozat. Végén megélet, hogy nem öllek meg. Na, ifjú, most már 2 docking van. Valószínűleg itt a dolgoknak a készítése, vagy a orvosi dolgoknak a készítése elég jól meg fog ugrani, ugyanis minden más jelenségekből van bőven. És a raktárat is végre elkezdtük valamennyire használni, igaz csak 10%, de az már jó. Mondjuk itt most elég sok bioplasztik el fog menni, ugye ennek a megépítésére, a legalábbis berendezésére. De nem megéri.
jelenleg kettő darab workerünk esett ki a munkából még mindig, illetve hát ahogy látom biológus, illetve engineer az, aki még mindig hátrányos. Mit hoztál? Engineer. Jó az. Örülök neki. És mindjárt van is hol aludnia. Remélem nem szakadt meg a videó egy pillanat. Inkább nyomtam egy preps újrendesen, sikerült leraknom tálcára a játékot. Na. Kereskedő hajó. Pillanat, kicsit visszaviszem a sebességet. Segítséget. És így gyors berendezzük a dolgokat. Fullom, mert hát egyszerűen inkább áldozok rá nyersanyagot, mint hogy még napig várjam azt, hogy utána legyen elég, mikor meg más is kéne építeni. Valamit elbasztam. Hoppá, nem érje. Mondom. Pillanat, ne várassuk a kereskedőt. Na szóval. Mi kellene neked? Én adok el neked gyógyszert, azt látom. Mondjuk négyet, így alapanyagot legalábbis. Élelmiszerünk van amúgy elég sok, szóval azt lehet, hogy adhatnék el. De lófaszom kapok érte körülbelül. Építő robot. Arra annyira nagy szükségem nincs, mert engineerök úgyis vannak. Javító cuccokra sincs akkora szükségem, ezt úgyis tudunk gyártani szerintem elég gyorsan. Magukra az alapanyagokra sincs akkora nagy szükségem. Bioplasztikra mondjuk most szerintem lesz elég nagy. Így jó lesz. És akkor veszünk 3 bioplasztikat, igazából akkor itt az ágyakra is megy. Kb. Az összes. Vagy hát az összes az biztos plusz, akkor még kell hogy hozni. De megéri. Remélem. Pityu, hova hozod? Nem lesz sikerélményed. De megtalálták, tudták, hogy hova kell, pedig az volt leragva előbb. Haha! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itt még 6-ot szaktam le szerintem. Jep, akkor itt meg balfaszoltam. Jó, hát ha precízen rakjuk le a dolgokat, szerintem akkor akár ide is egy 3 darabot le tudtam volna rakni. Mondjuk az eddig nem jött volna össze, de nem tudom. Így viszont biztos elférek legalább kényelmesen. Szóval jó lesz ez így. És ide mit kell még kihozzatok? Még szinte mindent. Oké. Okay. Most a bioplasztik az szinte az összesen fog menni. De ide is kell valamennyit még hozni folyamatosan. Mondjuk itt most még valami. 2 orvosi alapanyagot mindjárt le tudunk gyártani. Vagy orvosi tudtot mindjárt legyártunk. Akkor ez a 2 ember meggyógyul. És ahogy látom, itt egy engineer van, aki panaszkodva sétálgat, illetve egy biológus. És hoztak még orvost és workert. Tökéletes. Ez most tényleg. Az ágyok jó lesz elkészült közben, mondom, ami 3-at kaptunk, azt itt az összes be is ment. És végre legalább az orvosiparunk kicsit megugorik. Viszont ez mellett valószínűleg meg kell növelnem a orvosi alapanyag, na, értsétek rá, orvosi alapanyagok gyártását, illetve a bioplasztik gyártást is. Mondjuk egyel az orvosit, illetve egy-kettővel a bioplasztik alapanyagok gyártót. Utálom ezt kimondani. Higgyétek el, nagyon utálom. Beletörik az ember nyelve, hogyha már egy idő alatt 78-szor mondja ki. És ott megvan. Oké. Okay. Hamarosan szerintem kell javítani. Nem mondjuk az excellent, excellent. Jó, egyelőre jól állunk, de azért a következő bioplasztikot ide még behozzuk. Legalábbis szerintem oda kéne. Illetve feldolgozása vannak jelenleg gondok, hogy a bioplasztik feldolgozásunk, ami megvan akadva, nem is a gyártás. Szóval valószínűleg még egy feldolgozó lesz itt. És akkor viszont a bányák számát is nyugodt szívvel megnövelhetném, ugyanis van már szerintem, hogy 20 darab, még csak 11, az nem sok. 13, szóval akkor bányák számát is megnövelhetjük, mert kezdenek sokan lenni. Ez az külső. Bánya.
Jó lesz itt. Na szóval. Egy biológus és egy worker, aki jelenleg ki van esve a munkából. És itt mindjárt készül a következő orvosi cucc. A biztonságink meg kb. Semmit nem csinál, mert nem nagyon van dolga. És jött egy kereskedőhajó, hozott nekem orvosi cuccot. Élelmiszert, igazából elég sokat. Egy fegyvert, kezd prioritást élvezni, de még nem. Illetve ilyen semiconductor, valami ez, nem tudom még mindig, hogy mire ez kell. Valami ez pedig tudom, hogy kellett. Azt mondom, a fegyver, a magához, a lézerhez kellett. Mennyibe kerülne ez a robot? Ja, ez a konstruktor, arra nincs szükségem. Vegyünk egy orvosi cuccot. Az őszintén szóval mindig jól jön. És annyi a kajám, hogy... Hát, hogy pakolásszanak az embereim egy 4 napig kb. Mennyibe kerülne ez a fegyver? 2 együtt sok mi? Aha, annyit már nem bírni. Jutom, a pénzt külön lehetne venni, de hát az 40 körülbelül, szóval... Akkor is még velük sok lenne. Hát most egy orvosi cuccér igazából odaadjuk fél élelmiszerkészleteinket, de még ezt kihordjuk, addig rohán lesz annyi élelmiszerünk itt szerintem, hogy nincs gond. Ja, hát ez 93%. 59. Ez 82, de kicsit lassan fog menni, mert hamarosan ez tönkre megy. Kevés a biológusunk szerintem. Na mindegy, közül itt pakolászunk izomból. Hoppá, volt egy kis, sőt van egy kis FPS-es is, nem értem, hogy miért. 10 pár FPS, pillanat, egy fresh újraindítás. Hát, valahogy nem őszinte vele a játék, de oké. Talán nem lesznek ekkora FPS-es ések. 10 darabot kell még kihozniuk. Van elég nyerségünk, szóval bőven el tudjuk látni, és még mindig lesz bőven egy lőszerünk is. És lesz most egy gyors cuccunk. Itt 72%-on van, itt 72%-on van. Betenem 10-et, hogy akkor nézem mi. És igazából így most talán már mindenkit meg tudunk gyógyítani, úgyhogy a további nyersanyagok már tartalékba fognak menni, ilyen orvos cuccok. Hál' Istennek. Mert kezdetben azt lenni már. És még mindig jól állunk. Most volt nappa? Ja, hát még mindig bőven fel tudjuk tölteni, szerintem a harmadik az még meg sem mozdult lefele. Szóval jól állunk. Orvosjavító cuccunk, értsétek rá, javító cuccunk és orvosi alapanyagunk is már van elég. Most egy feldolgozással kéne megtoldani a bázist. Melyik vagy? Processing, oké. Okay. Vagy mi az? Így van. És akkor az jöjjön ide. Meddig tudom lehozni. Így ez jó lesz itt. Megpróbálom ugye egy kicsit bontani ezt a nagy placot itt, mert egy kicsit a szélébe mindig tudunk lefaragni, de nem sokat. Így egy dupla feldolgozással azért már sokkal jobb lesz. Ott már tényleg be fog indulni az egész élet nálunk. És... sugárfertőzött. Ops! Ennyi arról, hogy lesz elég orvosi cuccunk. Ezt kicsit benéztem, éppen csak egy picit, pont akkor, mikor pakoltuk ki az árut. Mindenesetre köszönöm a játéknak, hogy szólt, hogy napkitörés van, bazd meg. Hát úgyis be van állítva, hogy jöjjenek az emberek, nem? Jöjjenek. 20-an, na most kb. Annyian meg fognak halni. Jó, 1-2-t el fogunk tudni látni szerencsére, úgyhogy nem lesz akkora baj. Szó szerint 1-2-t szóval. Igen, már van, akik halnak, főleg munkások, ahogy látom. Yep, a munkásaink jó része erőteljesen be fog most csökkenni. Még egy ember biztos. Yep, 2 akkor. És akkor talán ott vége ennek a halotti körnek. Yes, hát azért na. 6 embert elvesztettünk, de amondó vagyok, hogy ezt még mindig kivírjuk. És nyosgom a játéknak, nem szólt. Hát jöjjenek az emberek. Erre most azt szól mondani.
Mik maradtak? Orvosunkban úgy megvan mind a három, igen. Egy testőrünk is megvan, oké. Engineerből maradt kettő, az egyelőre mondom vagyok, hogy elég biológusból, hat. Elég a fém termelésünk az egy kicsit most visszabesett, illetve a feldolgozás. Miközben pont a feldolgozót akartam bővíteni, de nem baj. Szerintem kibírjuk ezt a veszteséget, most még nem egy akkora kár érte a bázis. Viszont minél gyorsabban meg kéne építenem a biztonsági szobát, hogy ilyen helyzetekre jelezzen nekem. Viszont a gondolja, hogy ez a mai részben már nem fog beleférni. Nem tudom, hogy ez most milyen hosszúra sikerült, szerintem egy a 20 percet, de nem baj. Köszönöm, hogy itt voltatok, remélem tetszett a videó, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!